szól hallgatunk, a szél is csendesen, gyertek üljünk közelebb, ez a búcsú éjszakán, szóljon a dal hozzád, jó barát. 20 év múlva az ifjú vándor megpihent, hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, találkozunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves vendégeink! Hallgassuk meg közösen a himnuszt! Németné Márton Renáta igazgatónő mondja el köszöntőjét. Szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballaktató osztályfőnököket, a gyermekeik tájukkal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves jelenlévőt. Kedves végzős diákok! Ballagásatokra izgatottan és örömmel készülődött intézményünk minden tanulója és dolgozója. Végre személyesen, a hagyományokat szem előtt tartva tudjuk megtartani a búcsutokat. 2 év után ismét lehetőségünk van arra, hogy úgy indítsunk benneteket útnak, úgy tudjunk tőletek elköszönni, ami méltó ehhez az alkalomhoz. Úgy gondolom, ezt ti is éreztétek, hiszen 30 végzős jelentkezett ballagási szerepért. Tanáraitok először csak mosolyogtak, várjuk ki a végét. Majd jött a döbbenet. Ezt komolyan gondolták. Maradnak, és mindenki lelkiismeretem sem végezte munkáját. Biztos, hogy ugyanazokat a tanulókat látjuk, akiket néha még a legfurfangosabb módszerekkel sem lehetett tanulásra bírnunk. Végre együtt készülődhettetek. Vendégeket hívhattatok, kiállhattatok, és te közelből megmutathatjátok, hogy igen, ez én vagyok, itt vagyok. Nem csak egy profilkép, egy hang az online platformon,
hanem az a diák, nagy gyerek, akinek az elmúlt években kimaradtak a legizgalmasabb középiskolás emlékei, közösségi megmozdulásai. Most talán egy kicsit elfeledve a világ káoszát, nem gondolva a bizonytalan jövőre, újra izgatott, csillogó szemű középiskolások lehettek, akiknek igenis járnak ezek a közös pillanatok. Végigéltük veletek a ballagási próbák izgalmait, a lázas készülődés perceit, amit mindenki egy kicsit egyénileg érzett át. Van, aki magabiztosan, lazán, van, aki görcsösen, idegeskedve, esetleg kisebb ideg összeomlás mellett vészelte át ezeket a napokat. Tanáraitok is biztos kicsit furcsának tűnhettek nektek, hiszen a szokásos munka mellett bizony ők is másképp viselkedtek. Élvezték ők is a készülődést, mármint biztos, hogy nem csak a munkát, hanem mindazt, amit belőletek láttak. Elismerően összenéztek, bólogattak, és már ekkor elszorult torokkal és titokban elmorzsolt könnycseppel figyelték, hogy mire vagytok képesek. Három osztálytól búcsúzunk most. Három nagyon különböző osztálytól, de jól is van ez így. Örülünk annak, hogy a covidos világ nem ölte ki belőletek a csinytalan diákot, maximum kicsit kényelmesebbé tett benneteket. Bízom benne, hogy az itt eltöltött idő alatt azt a szemléletet is át tudtuk adni nektek, hogy nem baj, ha nem vagyunk egyformák. A különbségekben rejlenek a lehetőségek. Útra valóul fogadjatok tőlem néhány gondolatot, jó tanácsot. A 11A. Csendes, megbízható osztályként marad meg az én emlékeimben, bár a csendes jelzőnél biztosan néhányan felhúzzák a szemöldöküket. Albert Einstein szavai találóak rájuk. Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget. A hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. A 11B. Ki érdekessé, kihívásokkal telivé varázsolta életünket, és elérte azt, hogy mindig legyen miről beszélgetnünk a tanáriban. Valahogy évről évre így van ez a 11B osztályokkal. Bízom azonban abban, hogy ha még most nem is, de későbbi életetek során megérik bennetek az, amit próbáltunk átadni, megtanítani nektek. Ne elégedjetek meg a minimummal, hanem törekedjetek többre, keressétek a kihívásokat, lehetőségeket, amivel többé, értékesebbé válhattok. Adi Endre gondolatait küldöm nektek útra valóul. Úgy élj a jelenbe, hogy megbánás nélkül gondolhassa múltra. A 13A kicsi csapatához szólok. Na igen. Ők egyben a nyugalom szigete, a vihar előtti csend és a lecsapni készülő szélvihar. Az évek során erős maggá kovácsolódtak, akik tökélyre fejlesztették az ellenállást mindennel szemben, amit nem szeretnek. De ha kell, ők az elsők, akik segítenek, tesznek, ott vannak és a közösségért dolgoznak. Tanáraitok soha nem mutatkoztak mellettetek. Útravaló idézetül Theodore Roosevelt motiváló gondolatait küldöm. Hidd el, hogy képes vagy rá, és félig már véghez is vitted. Mert ha elhiszitek, hogy menni fog, ha tudjátok, hogy képesek vagytok elérni a célt, amit kitűztetek, akkor már megtaláljátok magatokban az erőt, energiát, ami ahhoz kell, hogy a célok ne csak célok, hanem megvalósult elképzelések, álmok legyenek. Kedves végzősök! Talán még nem érzitek, de a mai nappal életetek egy fejezete lezárult. Tudom, hogy van, aki itt marad, hogy még egy szakmát, esetleg érettségit szerezzen, mégis ez a nap egy lezárás, egy búcsú. Hiszen már ebben a formában nem lesztek együtt. Vigyétek magatokkal az itt töltött idő emlékét, gondoljatok majd vissza az itt kötött barátságokra. Merítsetek erőt az itt megszerzett tudásból, tapasztalatból, és kérlek benneteket, hogy használjátok ki a bennetek rejlő erőt. Többször hallottátok már tőlem vagy tanáraitoktól, hogy ne a legkisebb ellenállás irányába haladjatok,
mert célokat elérni sokszor csak úgy lehet, hogy a nehezebb, olykor rögösnek tűnő utat választjátok. Ha céljaitok elérésében valamilyen akadályba ütköztök, emlékezzetek szavaimra. Ne a kifogást keressétek, hanem a megoldást. Kedves osztályfőnökök, kedves kollégák! Köszönöm, hogy segítettétek, támogattátok tanulóinkat, és kérlek benneteket, hogy még ne engedjétek el a kezüket. Vezessétek őket végig a szakmai vizsga, érettségi vizsga nehézségein, hogy hamarosan, büszkén adhassuk át számukra a bizonyítványt. Milyen tanácsot is adhatnék még nektek fiataloknak, akik előtt még ott az élet a nagy lehetőségei? Bár lassan sok is az útra valóból, így át is adom lassan a szót, még egy utolsó gondolat. A lehetőségek kihasználása rajtatok múlik. Úgy gondolom, hogy érdemes megfogadnotok Albert Camus gondolatait felgyorsult világunkban. Miszerint? Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Köszönöm. Kérem, hallgassák meg a végzősök nevében Balogh Tamás és Zákányi Barnabás búcsúzóját. Tisztelt tanáraink, szülők, diáktársak, kedves vendégeink! Köszönjük, hogy eljöttetek ünnepelni minket, és ezzel emlékezetessé teszitek számunkra ezt a napot. Vége az évnek. Holnaptól új időszak kezdődik életünkben. Milyen lesz? Nem tudjuk még. Gyorsan felnőni, szárnyat bontani, kirepülni. Az új kihívások, a továbbtanulások, vagy a munkavilágában megmérettetni magunkat. Az iskolai kötöttségeket magunk után hagyni. Nagyon szerettük volna már mindezt elérni. Most azonban a gondtalan sulis és a felelősségteljes felnőtt lét határán bizony sokunk megtorpan. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem lesz-e kevés mindaz, amit még itt nyújtottunk, és megtaláljuk-e a helyünket a világban. E gondok nyomják most lelkünket. Búsulni azonban nem szabad, hiszen Arany János szavaival élve nem törik a szenvedő szív, oly könnyen darabbá. Csak ellágyul, és az örömre lesz fokékonyabbá. Kedves diáktársaim! Eddig szüleitek és tanáritok álltak mögöttetek, ha egy-egy akadály leküzdése túl nehéznek bizonyult. Mától végtelenebbek lesztek. Most már többször csak saját magatokra számíthattok. Amikor úgy érzitek, hogy nem bírjátok tovább, és feladnátok, merítsetek erőt azok helytállásából, akik jóra tanítottak, és emberi tartásukkal példaként szolgáltak nekünk. Mindenki titka abban hitt, az iskola évek eltartnak a végletekig, de a sors, mint heves szellő, ide-oda repít. Mosolyra delít, dilemmák elé állít, döntésekre kényszerít. Hibáinkkal folyton szembesít, tanít, okít, küzdelemre buzdít. Míg minden itt a fölény, s hatalom pusztít, millió ábrán dámít. Ki kell találd, merre mégy, a jövőben kilégy, s hogy célod végül elért, idősebb éned képzeld magad elé. Láss a szavak mögé, ne húzz falat egyéned köré. Így már nincs bennünk hamis, ferde kép, kinyílt szemünk, mint eddig sosemig. Ó, de járna tám pár tudatlan gyermekép, hiszen meg annyi a kötelesség, mi úton, útféle elénk lép. Megértettük, mi a felelősség, oly sok lemondása jár, felnőtt. A végzősök nevében hadd mondja köszönet tanárainknak, különösen osztályfőnökeinknek. Miskolci Zsuzsanna, Gabrielovics Bacsit a tanárnőknek, Hegedűs Ferenc, Sas Miklós tanárulaknak. Azért a munkáért, törődésért, amit tőlük kaptunk az elmúlt évek során. Segítségükkel egyre többet és többet merítettünk a tudás és élet kútjából. Próbáltak bennünket csiszolgatni, emberré nevelni. Igaz, munkájuk közben többször ellenállásra ütköztek,
tanulni, helyesen viselkedni nem minden diák szeret. Így mi is gyakran ellenálltunk minden jó szándéknak. Hálásak vagyunk, amiért önök nem adták fel, és mindig újra kezdték a gyakran szélmalomharcnak tűnő feladatot. Búcsúzzunk az alsóéves iskolatársainktól is. Mostán irigykedve néztek ránk, de ne tegyétek. Meglátjátok, milyen hamar elszaladnak a diák évek. Addig is töltsétek kellemesen és hasznosan a hátralévő időt. Ne feledjétek el, hogy együtt koptattuk a padokat, együtt töltöttünk életük talán legszebb, legmeghatározóbb időszakát. Utoljára szüleinkhez szólok, hogy nekik milyen sokat köszönhetünk. Talán egy gazdag, szép magyar nyelvben nincs is rá elegendő szó. Igyekszünk most szorgalmunkkal, becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek, és tesznek ezután is. Befejezésről extra rossz szavaival búcsúzom. Tedd, amit úgy érzed tenned kell, arra menj, amerre a szíved terel. Hisz időd oly kevés, légy hát magad ura, míg élsz. Szászló átadás következik. Sorsod a hullában kezd vergődő hajó, s mert a céltól messze jársz. Egy nap úgy köntesz, végleg kiszállsz, sose búcsúzz el, minden új nap egy új remény. A zászlót átadjuk, őrizzétek becsülettel. A zászlót átvesszük, megőrizzük becsülettel. Szülők, tanárok és kedves ballagó diáktársaim. Nehéz benneteket búcsúztatni, hisz én is csak egy évvel járok alattatok. Sokat gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék még, hisz az előttem szólók már biztos minden szépet és jót elmondanak, mire sorra kerülök. Így inkább arra jutottam, hogy a szokásos búcsúztató helyett egy jó kívánságokat tartalmazó képzeletbeli batyút adok át nektek. Tehát a hangban sült pogácsát ne itt, a tarisznyában keressétek. Akkor hát következzen a ballagóknak szánt 8 kívánságom. Az első. Legyen hitetek! Vas Albert mondta egyszer, az embereknek hitre van szükségük ahhoz, hogy élni tudjanak. Hinniük kell valamiben, máskülönben elvesznek. Szerintem bármi lehet az a valami, amiben egy ember hisz. De legfőképpen saját maga kellene, hogy az legyen. A második. Álmodjatok nagyot! Saját szállodádra vágysz! Keresd fel egyet! Nézd meg, hogyan működik, és hozd létre a sajátot! Az álmod a forma egy? Akkor remélem már van jogosítványod, és tudod, mi az a dupla diffúzor. Vagy filmsztár akarsz lenni? Irány a casting! A harmadik. Legyen elég erőtök és energiátok. De ne csak fizikailag, hogy elbírjátok a bevásárló kosarat.
hanem lelkiekben is, hogy bármilyen nehézségek is várjanak rátok, képesek legyetek túljutni azokon. A negyedik. Kívánok igazi társakat az életetekbe, hogy legyen kíván megosztanatok élményeiteket és átélni azokat. Az ötödik. Légy magabiztos. A magabiztosság tiszteletet, megbecsülést vív ki a környezetében, és így jobban is érvényesíteni tudod terveidet. A hatodik. Egy kalappal, mármint szerencsét, a sok-sok tudás mellé, amit megszereztetek, vagy legalábbis amit meg kellett volna szereznetek az iskolánkban, és majd fogtok a továbbiakban, mert kell a szerencsés kéz, a szerencsés személyiség. A hetedik. Mosolyogj. Ha nem mindig segít, de könnyebb az élet, ha jókedvel, optimistán áll hozzá az ember. Végül pedig a nyolcadik kívánságom. Küzdjetek, és soha ne adjátok fel. Megfelelő hozzáállással, kitartással a legkisebb kavics is sziklává válhat. A 11. B osztály búcsú versei következnek. Bátorság, indulj, meg ne torponj, ne kérdezz, hogy a célod hol van. Kösd könnyű kendőt, kösd sarut, ki tudja, meddig visz az út. A minden lépés élvezet, tám mindegy is, hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Fidd, ami kell, kevés elég. A tűz a föld, a víz az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz, aki vár, úgy is rátalálsz. Úgy is rátalál, aki vár, az út kinyit, a pont bezár. Indulj, a többit ráthagyom, a táska leng a válladon. Az ellensúlyról énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, el ne szállj, vedd, vidd, vidulj, menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visz az út. Ne es kétségbe, érjen bármi, csak egy a törvény, várni, várni. Ha reszket alattad a föld, csak önmagadat meg ne öld. Ha egyetlen vagy, mint a szálfa, felvírad még magányod álma. Mindenbe érik, révbe fut, és győzött az, ki várni tud. Kinek mi a dolga? Szerintem a gyermeké az, hogy szülessen, a napé, hogy megsimogassa, s a holdé, hogy álomba ringassa. A tanító dolga, hogy tanítson, a lelkemen valamit javítson. A diák dolga, hogy kutasson, a felnő jó irányt mutasson. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz sejem, aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akinek láthatatlan pókként a múlt nem ül a hátán, nem üzletelek az emberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Versei következnek, és Csepregi Viktória előadásában Bo Jix művét hallhatjuk. Fast and we could have been
A legnagyobb csoda, mit kaphattál, élni. Titkos ösvényekre térni. Bátornak lenni, kicsit félni. Mosolyogni, néha sírni. Menni az úton, mit adott a sors, mely néha gyönyörű, néha torz. Élményözön, emlékek, vágyak, tűnő remények. Tiszta szívek barátsága, percnyi évek boldogsága. Szerelem és harc, száz és ezer arc. Elhagyott az út, amin jársz, de menned kell, mert így lehetsz csak ember. Menj csak tovább, valahol rád várnak. Tárd ki hát szíved a végtelen határnak. Tettem, amit tettem. Lettem, aki lettem. S ha bár tudom, sokat hibáztam. Nem volt olyan, mit megbántam. Védkeztem, felvállalom. De ha maradok, csak súly leszek a vállakon. Így hát megyek. Nincs miért maradnom, előttem a lehetőség, csak meg kell ragadnom. Tudom, ha majd évek múltán visszanézek, arra érzek késztetést, hogy hazatérjek. Talán így lesz, talán örökre megyek, de egy biztos, akiket szeretek, sohasem feledem. Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger, s hogy rejtett arany szemecskék, kincsivel tele az ember. Hogy járva a tengert, szembe kell szállni merészen a széllel, s akkor a hajós csodákra lel, az idő nagy titkokat élel. Szálltam hát, végtelen feléd, hullámok pörölye paskol, ég s víz, s határ a tenger fenék, derengett, messzi, deres volt. Tudtam, nincs szebb feladat, mint vágyva előre törni, keresni, kutatni, hol rejlik a mag, szeretni és gyűlölni. És látni, hogy néha szürke homályon, átragyog kéken a tenger, tudni, tisztább öröm nincs a világon, mint az, ha ember az ember. Fáj, még ki sem mondott szó, s most én vagyok a búcsúzó. Könnyek peregnek arcomon, a szavakkal mégis fukarkodom. A némaság kötfátyolba van, arcképet szívemben hordozom. Bár mesélne szemed szállt, mit érzel, bár mondanád. Két lélek egy testben, s én a búcsú szavait festem. A barátság varázsának perceit, fújja a jövő, s keserveit a búcsónak bár ránk aggatja, érzéseinket el nem altatja. Hű barátra lehetem benned, s bár kezem nem szívesen enged. Most útjaink mégis elválnak, de az emlékek nem szállnak. Barátságom tovább tart, mint életem, bár búcsúzom, ezt bátran ígérhetem. Beszél tovább, helyettem, mondja el, hogy beszél tovább. Vallak már a vén diák, tovább, tovább, mondják sokan, száll az ének, messze száll, megy az élet, meg nem áll soha. Azt mondják, az út, mit válasz, csak a tiéd. Nem fogja senki a kezed, tanáraid sem figyelik minden lépésedet. És az osztályfőnököd sem lesz ott már veled. A szüleid óvó tekintete nem figyel, szünes, szüntelen. Egyedül mész az úton tovább, de menj ne állj, csak menj tovább bátran, felszegett fejjel, menj tovább. Nem lesz könnyű mindig, hisz az út rögös, s néha, ha megbotlasz is, de talpra állsz, s mész tovább. Bár az utad csak a tiéd, egyedül nem leszel soha, hisz ha segítség kell, mindig találsz, mert a szülői ház képe mindig ott lebeg, s a régi iskolád mindig integet. Valahányszor csak szükséges, ők mindig segítenek, most egy új úttal, egy új élet kezdetét veszik. Ballag már a vindiák, tovább, tovább. Éneklitek sokan, ezt veri vissza minden fal, s a régi, kedves iskola el nem feled soha. Úgy néztem fel a csillagokra én, mintha bámuló, nagy gyerek szememmel legelőször tekinteni. Gyöngyvirág illat szállt át a szobán, csodálkoztam, minthogyha legelőször csodálkoznék el édes illata.
Minden olyan könnyű lett, s oly egyszerű, s az élet a kezemben engedelmes, jól hangolt hegedű. Megindultam, és nem tudtam mi az. Messziről, mélyről intett elibém egy elsüllyedt tavasz. Mint szegény embert, nem húzott az ág. Halkan csengettyűzött a föld alatt, sok eltemetett csengettyű virág. Megpróbáltam a más lelkébe látni, nem ítélve és el nem ítéltetve. Bocsánatot nyerni és megbocsátani. Nem lehet ezt a percet kibeszélni, hogy is tudna a szivarvány glóriás, tündértörékeny testerimbe férni. Oly boldog voltam, s oly boldogtalan, tudva, egy perc egy percig tart csupán, és aztán vége van. És én ki tudja, meddig várhatok, lesvezúg éltem kis part szögletéből, még újra fölbukkan egy évitorla az örökké valóság tengeréből. A hangot a csend szüli meg, és észre talán csak úgy veszed, ha már vele száll, vele zeng szülibe. A fényt a szemfura mágusaként úgy zárja keretbe a vaksötét, hogy élesen álljon a kép eléd. Sose bánt azt, hogy ilyen, amilyen az a földi világ, csupa rész az egész. Bánat vagy nevetés, amíg élsz. De ha len, de a fenn, szívedet követed, hazaérsz. Míg hazaérsz, itt rágyogunk, s vacogunk a csodák közepén, vagy a létperemén, hol a hang meg a fény elenyész. Sose márt, ami ér, sem a rossz, sem a jó, sose kész. A csendet a hang szűri meg, és észre talán csak úgy veszed, ha hozzásimulsz, s vele tart szíved. Sose bánd azt, hogy ilyen, amilyen ez a földi világ, csupa rész az egész, bánat vagy nevetés, amíg élsz. De ha len, de ha fenn, szívedet követed, hazaérsz. Még hazaérsz, itt ragyogunk, s vacogunk a csodák közepén, vagy a létperemén, hol a hang meg a fény elenyész. Sosem árt, ami ér, sem a rossz, sem a jó, sose kész. Sose bánt az, hogy ilyen, amilyen ez a földi világ, csupa rész az egész, bánat vagy nevetés, amíg élsz, de ha len, de ha fenn, szívedet követed, hazaérsz. Érkezett Feri bácsi osztályának utolsó napja, és ma mindenki ezt szavalja. Ballagunk mi, és belépünk a nagy életbe. Nehéz lesz, de megbirkózunk mi bele. Nevetés, sírás és osztályközösséget mi itt marad. Hiányozni fogtok. Az már most biztos. Elbúcsúzni könnyen, azt nem tudok. Egymás szívébe örökre nyomot hagyunk. Hosszú utat kell majd letaposnunk. Én végig kell haladnunk. Így hát eljött a mi időnk. Utoljára látjuk egymást. Köszönet nyilvánítást, Janánt. Hálát mondok nektek. 3 szép évet töltöttem veletek. S kívánok nektek sok sikert az életben. Teljesüljön álmotok és minden kívánságotok. Második családom, most tőletek búcsúzom. Máté Balázs előadásában hallgassuk meg Krisztina Peri A Thousand Years című dalát. Thank you.
Vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. A végzősök szeretnék megköszönni szüleiknek azt a sok szeretetet, törődést, amellyel felnevelték őket. Fogadják szeretettel Nyári Dorina előadásában Horváth Bogi anyáknapi versét. Anya, megszülettem. Hallgattam, s értettem szívének dobbanását. Ázott szemén boldogság, s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtartatnám, fénylő gyémántokká változtatnám, varázsolnám. Nődögéltem, járni és beszélni tanított türelmesen. Meghallgatott, nem hagyta, hogy sírjak. Szép szóval vígaszt nyújtott, ápolgatott. Éjjel rémálmomból megnyugtatott, elringatott. Anyám, felnőtt lettem. Más útra indultam, s továbbá nem kísérhet. Hogy fogjad a kezem, hogy vigyázd a lépteim. És ügyeld, hogy el ne essek, tovább mehessek. Segíts fel, ha mégis földre esek, borban fekszek nélkül. Úgy ölelj, úgy simíts. Két kezeddel úgy szoríts, de hogyha mégis elengednél, én visszajönnék. Megszülettem, hallgattam, sértettem szívének dobbanát. Ázott szemén, boldogság s fáradtság könnyei csillantak rá. Ha megtartatnám, fénylő gyémántokká változtatnám, varázsolnám. Nődögéltem, járni és beszélni tanított türelmesen. Meghallgatott, nem hagytam, hogy sírjak, szép szóval vigaszt nyújtott, ápolgatott. Éjjel rémálmomból megnyugtatott, elringatott. Anyám, úgy ölel, simíts, két kezeddel úgy szoríts, de hogyha mégis elengedni.
visszajönni, felnőtt lettem. Más útra angoltam, s tovább már nem kísérhetsz, hogy fogjad kezem. Hogy vigyázz a lépteim, s ügyed, hogy elmessek, tovább mehessek. Segíts fel, ha mégis földre esek, holban fekszek nélkül. Elég nehéz megszólalni egy ilyen megható pillanat után, de hadd tegyük még büszkébbé a szülőket. Szeretném megkérni Horváth Zsolt polgármester urat, hogy mondjon néhány köszöntő gondolatot, majd adja át a város által felajánlott jutalmat a tanulóknak. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a szép balagási ünnepségem. Nehéz nekem is megszólalni. És látom itt, hogy egy pár szám párokba könnyek hullottak, mind a gyerekeknél, mind pedig a szülőknél. De ezek az öröm könnyei és a meghatottságért. Én nem akarom tanácsot adni talpolgármester asszonnyal önöknek, de engedjék meg, hogy egy pár gondolatot önöknek, mint végzősöknek, a város nevében, útravalónak, indulónak megadjunk. Az első, nekünk nagyon kedves mindig egy iskolának a zászlaja. És ezt jegyezzék meg, hogy a zászló az az összetartozásnak a jelképe. Az, hogy összetartozunk. Összetartozik egy település, annak az iskolája, egy iskolái, és a benne tanulók. Amikor önök most itt elmondták, hogy elbúcsúznak, soha nem fognak elbúcsúzni. Önök 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, amikor összejönnek egy osztálytalálkozón, megnézik ezt a zászlót, és nagyon sok emlék fog előjönni. Én egyet szeretnék önöknek mondani. Önök jól csinálták. Legyenek büszkék magukra. És itt szeretném megköszönni a szüleiknek is ugyanezt. A szülők is, nagyszülők is legyenek büszkék arra, hogy ide eljutották a gyereküket. És még egyet szeretnék mondani. Az élet, az egész élet egy kihívás lesz, és egy életen keresztül kell tanulni. A kollégák itt, akik itt ülnek, megtanították önöket, hogyan kell tanulni. Hát ezt a tudást, amivel önöket felvértezték, ezt használják ki. És még egyet, amikor majd önöknek lesznek gyerekei, azoknak is tanítsák meg ugyanezt, hogy hogyan kell tanulni és élni. Van egy afrikai közmondás, mindig el szoktam mondani, ami arról szól, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj barátokkal és menj családdal. Én ezt kívánom önöknek. Mindig találjanak barátokat, mindig messzire akarjanak eljutni. Sose akarjanak gyorsan és a most pillanatának élni, hanem éljenek a hosszú terveknek és a családnak. Higgyék el, nagyon fontos lesz. És amikor 30 év múlva ódon falak közé eljönnek, és keresgélnek padot, emléket, táblát, keressék az emlékeiket is. És még egy dolognak nagyon örültem, itt ugye elhangzott, talán igazgató asszony mondta, hogy idegösszeroppanás határán voltak itt valakik, de nem látok önök között senkit, aki idegösszeroppanással lenni, meg a osztályfőnökök közül se, Feri bácsit se látom, úgyhogy nagyon örülök, akkor mégiscsak kibírták ezeket az éveket.
akkor mégiscsak így tovább, jó? És ideg összeroppanás nélkül vegyék a további akadályokat is. Én köszönetemet szeretném kifejezni önöknek, hogy küzdöttek az évek alatt, hogy megszületítsák a tudást. Én köszönetet szeretnék mondani itt kollégáknak abban, hogy ott álltak mindig önök mellett, és gyűlték az agyukat. A szülőknek pedig lenne azért szeretnék köszönet mondani, mert önök meg ideig eljuttatták a gyermeküket. Önök is jól csinálták. Legyenek önmagukra is büszkék. És ne engedjék el sose a gyermekeik kezét, amikor tudni, és önök, a szülők, azok legjobban tudják, hogy mikor kell segíteni a gyereket. Hát segítsék. Egy szülőnek és egy gyermeknek a legnagyobb siker, amikor együtt érnek el valamit. Én ezt kívánom önöknek, hogy a gyermekeikkel együtt érjék el. Együtt legyen sikerek, ha úgy van néha, hát nem sikerek, de mindig együtt, egy családba gondolkodjanak. Én ehhez kívánok önöknek, mindenkinek jó egészséget, minden jót. Akik pedig jövő héten tudást fognak adni, azoknak meg hát egy kis szőlőcukrot, hogy jó vágjon a kis szürke állomány. Meg valaki itt mondta, hogy hát a szerencse is kell, igen. Meg sok szerencsét, mert az élethez kell egy kis szerencse is. De azt sose feledjék, a szerencséért azért tenni is kell. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánunk önöknek Dunaföldvár nevében. És Talkógármester asszonya, két nagyon kedves egy hölgyet és egy urat szeretnénk kiszólítani. És hát most ennek a két tanulónak a szülei szerintem nagyon büszkék lesznek, majd meg is kérem önök azokat, hogy majd tegyék már fel a kezüket, hogy hagy gratuláljunk azoknak is külön. Az elsőt a hölgyet, nem? Ja, hoppá, enyém a hölgy, már össze vagyok keveredve itt ebbe a dologba. Nyári Dolina, merre van? Akkor kérem ki a hölgyet. És hol van a szülő? Szülő, láttam, hogy valamerre ment. Igen. Gratulálunk a kisasszony szüleinek is, meg a kisasszonynak is. Dunaföldvár városa alapított egy díjat mindig, és ezt vagy egyedül, vagy megosztva szokta a legjobb tanulóknak adni. Hát itt most a tantestületnek a döntése alapján megosztva fogjuk kiadni, ezért szólítottuk először a hölgyet, úgyhogy gratulálok a hölgynek ebbe a dologba, és akkor én adom át, jó? Gratulálok! Lajos. És szintén a tantestületnek a döntése alapján ebben a jutalomban részesül, és nagyon nagy szeretettel gratulálok neked, és azt kívánom, hogy váljanak valóra az álmaid. Kell hozzá energia, kitartás, de én azt gondolom, hogy aki idáig eljutott, annak további a mai sikerülnek. De még itt nem fejeződött be a sor, néhány jutalmat, könyvet szeretnék átadni. Csepregi Viktória Eszter, 11. A-osztályos tanulónak közösségi munkájáért jár a könyv. Dávid, 11. B-osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményért és a gyakorlaton nyújtott kiemelkedő teljesítményért.
Kári Dorina, 13. osztályos tanulónak kiváló közösség. Samu Sándor István, 13. osztályos tanulónak kiváló közösségi munkájáért. Ma esti adásunkat vasárnap délben ismételjük meg. Köszönjük figyelmünket, viszontlátásra!